Sváb hagyományokkal, ételekkel, énekekkel, a régi idők kreatív játékaival ismerkedhettek meg a váltaszéki gyerekek a honismereti táborban tavaly nyáron. Ki volt az építőmester, aki tervezte és építette a városházát? Ezek a felvételek pedig tolnán készültek idén áprilisban, amikor a Szent István gimnázium tanulói a városuk nevezetességeiről tudhattak meg többet egy honismereti vetélkedő keretében. Többek között ilyen programok és az azokat megtartó pedagógusok szükségesek ahhoz, hogy a gyerekek tisztában legyenek származásukkal, szülővárosukkal, hangzott el a negyedik országos hon és népismeret konferencián, amit idén is Szexádon a Garai János Gimnáziumban tartottak. A Tolna megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület és a Honismereti Szövetség szervezésében. Hogy mi szeretnénk az óvodától tényleg a középiskola végéig kell ezt a honismereti oktatást szépen a, a fiatalokba plantálni, megszeretetni velük a, a, ugye a helyet, ahol élnek, a, ahova születtek. A rendezvény fővédnöke a Tolna megyei önkormányzat volt. A közgyűlés elnöke Fehérvári Tamás köszöntőjében arról beszélt, milyen fontos a mai rohanó világban annak a tudata, hogy honnan jöttünk. A világ ma abba az irányba halad, hogy minden nap új dolgok, új, új élmények, új izgalmak várnak az emberekre, és mi úgy gondoljuk, hogy azokra az értékekre, amelyeket az őseink megteremtettek, azokra nagyon fontos visszatekinteni, és ezeket az értékeket megőrizni. Ács Rezső, szexált polgármestere arról beszélt, a város büszke a hagyományaira, amit minden eszközzel igyekszik megőrizni és átadni a következő generációnak. Így a településen élők jobban kötődnek majd a szülővárosukhoz. Ebben fontos szerepet tölt be a Honismereti Oktatás, amelynek új módszereiről volt szó a mostani háromnapos konferencián. Az ünnepi műsort és a köszöntőket követően gyakorlatorientált előadások, dráma pedagógiai módszerek bemutatása következett. A rendezvényen főleg felsőoktatásban tanuló hallgatók vettek részt.